Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok. Nos, a tenókon lassan itt van a nyakunkon. Kb. Egy hónap kell ahhoz, hogy megrendezésre kerüljön. Azért nagy a hype körülötte, és a mostani talán egy jégtörő is lesz. Abból a szempontból, hogy a Warframe egyre nagyobb teret kap, és egyre többen fedezik föl, főleg YouTube-on többen fedezik föl a nagyobb videós, akik is eddig nem foglalkoztak Warframe-mel, találják meg a játékot, promotálják a játékot, ezért a játék egyre-egyre nagyobb és nagyon-nagyon kezd kinőni. Na de, ahogy érződik is, hogy közelik ez az esemény, visszahozták a Twitch Prime ajánlatukat ebben a pillanatban, hogyha a Twitch Prime-ra regisztrálsz, mindjárt rátérünk a részletekre, egy Trinity Prime-ot fogsz kapni továbbá, a Spectator Prime Siondanát fogod megkapni, bizonyám, igen, mind a kettő nagyon-nagyon-nagyon szép, és tudom, hogy a kérdés a következő, na de a Twitch Prime-ért fizetni kell. Igen, a Twitch Prime-nél fizetni kell, de a jó dolog benne, mármint annak, aki nem akarja megtartani a Twitch Prime-ot, ami amúgy nem egy rossz dolog, hogy őszinte legyek, abból a szempontból, hogy folyamatosan kapsz különböző játékokra különböző ilyen ajándékcsomagokat, hogy őszinte legyek, és minden a Twitch szolgáltatás ingyen van ebből a szempontból. Nekem van Amazon Prime-om, és azzal együtt egy Twitch Prime is jár, szóval, hogy őszinte legyek, a legjobban az Amazon Prime éri meg, mert ott aztán tényleg van minden, amitől megéri befizetni ezt az éves díjat. Ja, igen, egy évre előre kifizettem, és azzal együtt jött a Twitch Prime, és meglepő, amúgy nem rossz, nem rossz. Na, de nem promotálunk most itt az Amazont és cuccait. A lényeg, ami lényeg, hogy szükségetek lesz a bankkártyátokra, és rajta kell lennie egy havi Twitch Prime megfelelő összegnek. Tehát ez nem tudom, kb. $3, vagy valami ilyesmi a havi díja neki a Twitch Prime-nak, meglátjátok. De legyen rajta legalább 500 forint. 500 forintból valószínűleg kijön. Szóval, lényeg, ami lényeg, amint láthatjátok, itt van ez a weboldal, és igen, tudom, hogy angolul van, amúgy a linkje ennek a weboldalnak ott van videóleírásban, és tudom, hogy angolul van, de csak követni kell, hogy mit kell csinálni. Szóval elsősorban ott van, hogy egyes lépés, kettes lépés, hármas lépés, szóval az első lépésed az van, hogy csinálj egy Prime accountot, attól függetlenül, hogyha nincsen Twitch accountod eleve, akkor előbb te csinálnod kell egy Twitch accountot, utána csinálhatsz egy ilyen ingyenes egyhavi kipróbálásos Twitch Prime accountod. Utána össze kell kötnöd a Twitch Prime accountodat, most már az újonnan Twitch Prime accountodat, a Warframe accountoddal, és ez is ott van a kettes lépésnél, konkrétan a hír, gombokra rá kell kattintani, és amint megvan a Twitch Prime accountod, már is hozzá adhatod a Trinity Prime-ot és a Spectator Siondanát az arzenálodhoz. Ennyi. Legközelebb, amikor beloggolsz a Warframe-be, ott lesznek a cuccok az arzenálodban. Ugye, nos, az egyetlen macera dolgotok vele, ezt most azért mondom el ennyire részletesen, mert hogy múltkor nagyon sokan kérdeztétek a Frost Prime-nál, és igazából csak a klánban raktuk ki, hogy mit hogyan kell csinálni, de az egyetlen macera dolog, ugye, hogy regisztrálnod kell a bankkártyádat, mivel hogy az első levonást, az első havi levonást meg kell, hogy csinálják. Na most, hogyha te úgy döntesz, hogy nem vagy elégedett a Twitch Prime promócióval, egy hónap után, de tartsd észbe, mikor regisztráltál, egy hónap után megszüntetheted ezt a Twitch Prime-ot. Ha nem szünteted meg valami oknál fogva, akkor levonják automatikusan a következő havit is. Na de, mindenképp ki lehet próbálni, meg lehet nézni, lehet a jutalmat begyűjteni, beváltani, akinek nincs meg a Trinity Prime, illetve Spectator Siondana, ami szerintem egészen jól néz ki, azoknak mindenképpen érdemes ezt a lépést megcsinálni. Nos, srácok, ez egy ilyen kis apró update videó lett volna nektek, hogyha hamarosan végre megjön az új internetem, akkor remélhetőleg a
az új Sacrifice küldetés teljes egészében, és úgy, ahogy illik, le tudom majd fedezni. De addig is, ha kérdésétek vannak itt a videó komment szekciójában, vagy Facebookon, Discord szerverünk szintén a videó leírásában elérhető, úgyhogy bárkinek lehet csatlakozni hozzá, klánunkban is természetesen mondtak felvétel. A következő videóig köszönöm a figyelmet, sziasztok!